Én megyek fel a tüntetésre, tüntetni a demokráciáért. Igazából saját magamért. Hát igen, elvileg én is úgy terveztem, hogy busszal jövök, de aztán még idejekorán megtudtam, hogy a busz nem jön föl. Úgyhogy így tudtam módosítani a tervem. És azt lehet tudni, hogy miért nem jön fel a busz különben? Bevallom, ezt nem tudom. Merre és azt, hogy merre kell menni? Szerintem arra mennek a törvények. Civil demonstráció, senki nem támogat minket, mi magunk támogatjuk magunkat, úgyhogy léci, ha tudjátok, ha módotokban áll, akkor ezt tegyétek meg, köszönjük szépen! Akartam megbeszélni a fiatal emberrel, hogy mennyire büszke vagyok rájuk. Rettentően hiányolom a fiatalságot, hiányoltam régebben a fiatalságot. Azért, hogy felelősséget vállaljanak a sorsukért, és íme megjelentek. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Nagyon jó, hogy ma ilyen nagyon sokan vagyunk itt. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy semmilyen pártjelvényt, semmilyen párthoz kötődő szimbólumot ne jelenítsen ma itt meg. Az ország érdeke előrébb való, mint a pártok érdekei. Azért vagyunk ma itt, hogy éljünk állampolgári jogainkkal, és megkérjük Áder Jánost, Magyarország köztársasági elnökét, hogy ne írja alá az alaptörvény 4. módosítását. Elutasítunk és elítélünk mindenfajta hatalom kisajátítására irányuló törekvést és gyakorlatot a polgárok fajra, nemre, nemzetiségre, világnézetre, felekezetre, politikai meggyőződésre és életmódra tekintettel való bármely megkülönböztetését, az erre történő felhívást vagy ebben való részvételt. Nem hiszünk abban, hogy létezhet értékesebb cél, mint a polgárok békés, szabad, független életének biztosítása. Szükség esetén alkalmazni fogjuk az állampolgári engedetlenség békés formáit, demonstrációkkal, sztrájkokkal adunk nyomatékot követeléseinknek. Kedves barátaim, az elhangzott beszéd, amit most hallottatok, az elhangzott beszéd minden egyes szava a Fidesz első kongresszusa által elfogadott politikai programnyilatkozatból származik. Hányan ismerünk magunkra? Hányan ismerünk magunkra a 88-as Fidesz demokrácia iránti elkötelezettségében? A köztársasági elnöknek, akinek az a dolga, hogy az egész magyar politikai közösséget képviselje, és hogy őrködjön a demokratikus berendezkedés fölött, nem szabad aláírnia ezt az alaptörvénymódosítást.
összeegyeztethetetlen a hatáskörével, összeegyeztethetetlen a feladatával. Sziasztok! Molnár Péter vagyok. A Fidesz egyik alapítója és alelnöke voltam. És János, tudjuk, hogy nagy a nyomás rajtad. Tudjuk, hogy olyan pártban vagy, amiben összpontosították a hatalmat, úgy, ahogy ezt az országban is készülnek egyre jobban megtenni. De János, nem hiheted azt, hogy nem fogja mindenki látni a kezedet, a tollat tartó kezedet. Felnagyítjuk nagyon nagy részletgazdagsággal. Ott lesz a kezed mindenki előtt. És Janó, ne hidd, hogy a családtagjainak, a gyerekeidnek, az unokáidnak, a barátaidnak, a munkatársainak, mindenkivel, akivel találkozni fogsz az életed hátralévő napjaiban, nem lesz világos, hogy ez az alaptörvénymódosítás. Hazugság! Janó, most még lehetőség van arra, hogy megmentsd a becsületedet. Most még lehetőséged van arra, hogy ne írd alá ezt az alaptörvénymódosítást, és világossá tedd, hogy ez az alaptörvénymódosítás. Hazugság! Janó, figyeljük a kezedet, hallgass a szívedre. Ne írd alá, János, mentsd meg a becsületedet! Egy hajléktalan emberként mindenkiért, akik most törvénybe lesznek iktatva, minden megkülönböztetésért a demokrácia jogán harcolok és tüntetek. Ott voltunk minden egyes tüntetésen, én is ott voltam minden egyes tüntetésen. Nem csak akkor, hogyha a melegeket és a leszbikusokat különböztetik meg hátrányosan, hanem akkor is, hogyha a hajléktalanokat akarják börtönbe zárni, hogyha a diákokat akarják röghöz kötni, hogyha a tanárok kezét akarják megkötni, hogy mit tanítsanak, hogyha az egyházak közül akarják megszabni, hogy ki számítson egyháznak és ki nem. Ezért fontos, hogy mi itt vagyunk, és ezért vagyok mi itt, ma itt én is. Ti mit tesztek a demokráciáért? Jó estét mindenkinek, Ferge Zsuzsa vagyok, szociálpolitikus. Azért hívtatok ide, hogy azt mondjam el, hogy mit lehet tenni, én 82 évesen mit tudok még tenni. Sajnos nagy gyakorlatom van, 50 évig éltem egy olyan rendszerben, amitről azt gondoltam, hogy soha nem jöhet vissza. Ez életem harmadik diktatúrája, ami most készülődik. Sziasztok! Marek Bertram vagyok, gimnazista. Ma délelőtt 16-an el akartuk azt érni, hogy a képviselők szálljanak ki az autójukból, és nézzenek bele a kétségbe esett szemeinkbe, és úgy hozzanak döntést. Sajnos a pressziónkat hamar felszámolták, nemrég jöttünk ki a Gyorskocsi utcából. 300 autóval alá, mit írsz alá? Áder, bajusz a szél! Az Excel! Bajusz a szél! Bajusz a szél! Bajusz a szél! Mondjuk lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy ez az a pont, amikor már nem lehet arra úgy válaszolni, hogy itt nincsen diktatúra, mert most ez már diktatúra, hiszen csak annyit kell mondani, hogy ami nem tetszik a diktátornak, az beleírja az alkotmányba. Mindenféle népcsoporttal vagyok szolidáris. És ez a mozgalom, ez pontosan arról szól, a szolidaritásról szól, hát úgy gondolom, hogy itt a hely. Menjünk a Svédpártól, jó?
és a doktoria már nem téma régen. Fenn a hegyen bajuszos az úr, bajuszos az úr. Azt mondják róla, hogy Brüsszelben élt eddig az import elnök úr. Áder János, bajusz a szép. 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 Úgyhogy nyilván Áder Jánosról beszélek, hogy észreveszi-e azt, hogy, hogy egy iszonyatosan fontos kereszteződésnél áll, és azért is vagyunk itt, vagy én legalábbis azért vagyok itt, hogy erre felhívjam a figyelmét, hogy, hogy merje ezt a bizonyos fontos lépést megtenni. És igazából ez nem is annyira nehéz. Vagy én ezt teljesen egy triviális döntésnek gondolom. Ezért. Áderből kilóg az ember picit. Tehát az Orbánból semmilyen ember nem látszódik már, az Áderből kilóg az ember. Tehát még benne lehet bízni, hogy így valami lelkiismeret esetleg. Ja. Nézd, én sose akartam olyan nagyon, tehát politikailag annyira aktív lenni, hogy mondjuk aktivista legyek, de hát most egyrészt majdnem minden hétvégémet egy kibaszott tüntetésen töltöm, pedig a csajommal is lehetnék, meg ilyenek. Úgyhogy egyrészt ezt teszem sajnos, másrészt meg nem tudom, próbálom aktivizálni magam, ahol csak lehet. Az én barátnőm az egy tanárnő, és mesél, hogy elképesztő, hogy az iskolákban a telekádár rendszer. Onnan kezdődik, hogy az alaptörvényben ahelyett, hogy a hatalom a népé, az van, hogy a hatalom forrása a nép. Nem tudom, ez a szó megvan-e benne. Igen. A forrása a nép. Úgyhogy... Amúgy meg... Gyertek velünk! Gyertek velünk! Hey! 300 a forró lángos, mit írsz alá? Áder János! 300 a forró lángos, mit írsz alá? Áder, bajusz a szép! Mint az Excel-mé! Bajusz a szép! Mint a Magnum-mé! Bajusz a szép! Nekünk kell a TASZ-nak elmondani, ez most komoly? Hát azért sétálunk itten késő estébe, sokadik késő estébe, mert úgy gondoljuk, hogy valami egészen tragikus dolog történik most azzal, amit most megszavazott délután a parlament. Gyakorlatilag jogfosztottá vált az ország, miután nagyon sok millió embernek elvették a jövőjét az évek során, és ebből az utóbbi évek során egyre többen érezhetik úgy, hogy valóban reménytelenné vált a helyzet. Igazából most már a következő generációknak is a jövőjét kezdik el venni. És hát azt hiszem, hogy ez mozgatja ezeket a dolgokat. Remélem sokkal többen leszünk. Én is ki akartam állni a porondra, hogy sziasztok, én Gabó vagyok, rapper vagyok, és ki van a faszom. No school, no job, shut the fuck up, meg ilyenek. Tehát, hogyha azt kell valami... És mi van például a beházasodott a... Demokrácia! Mondjad tovább! Demokrácia! De nem hiszem, hogy befejeztem. De nem fejeztem, mert mindig ezt csinálod. De még ezt tesszük a demokráciáért, egymás szobába vágunk. Régen ez egyfajta elismertséget hozott az embernek, hogyha elmehetett külföldre, ott megalapozhatta a karrierjét, pénz gyűjthetett ahhoz, hogy itthon elkezdje az életét felépíteni, nem haragszom. És most meg ez egyenlő azzal, hogy elhagyod a hazádat és máshol akarsz élni. Én nem tudom, én azért az apámmal, meg még a feleségével is, meg annak a két fiával a másik házasságból egész családosan érzem magam. Szerintem az közben még jobban. Még jobban. Még jobban. Ki fog kötözni? Néha meg kell pihenni a sok tüntetésben, érted? Én már december óta folyamatosan kijárok tüntetni, ugye először a felsőoktatási reform miatt. Most meg, hogy hát alaptörvényben akarták ugye többek között foglalni a hallgatói szerződést és az egyetemek autonómiájának eltörlését, hát ez tarthatatlan. Nem beszélve a többi dologról, tehát az alkotmánybíróság jogkörének csorbítása, a család fogalmának beszűkítése, ezek mind-mind olyan lépések, amit szerintem egyetlen egy jó érzésű magyar állampolgár sem hagyhat. Ami egyenes út a diktatúra felé, igen.
És ezért ott már nem tartunk, hogy egy diktátor anyakunkra ülhessünk. Akármilyen formában. Én azért vagyok itt, mert nagyon zavar a közöny, és nem szeretnék olyan közönyös lenni, mint amilyenek mások, és akik engem nagyon zavarnak. És nagyon zavar az a gyakorlat, hogyha eldöntünk valamit, vagy szeretnénk valamit megcsinálni, és az ellenállásba ütközik, akkor nem megbeszéljük, hanem beemeljük az alaptörvénybe, úgyhogy az ellenmel semmit lehessen csinálni. Nagyon hülyének néznek nagyon sok ember, és az még inkább, hogy nagyon sok ember tényleg lehet hülyének nézni, tehát inkább fel kéne ébreszteni őket. Ha én itt megmozítom a kisujjamat, az hat Afrikában az akárkire, és ha az ő tehenne lesántul, az hat rá. Ha ezt, erre rájönnek az emberek, akkor nem lesz önzés, és akkor tökéletes együttműködés lesz, és minden jól lesz. Akkor mondhatjuk azt, hogy te most ilyen önző okokból vagy? Hát kicsit magasabb szintű ilyen önző okból, igen. Hát ön
és az a hír jár, hogy el akarják őket vinni, és azt mondták, hogy jó, vigyék el őket, tehát ennyit tud. Hogy kiket? Hogy igen, hogy az őket, az kire vonatkozik? Itt volt, mondjuk, mi többen voltunk egy ideig, 30 ilyen hahások voltak főleg, és mi néhányan így hozzá csatlakoztunk, itt nótáztunk, és aztán mi, amikor, akkor átvonultunk a parlamenthez. És akkor elmentek innen a rendőrök, és akkor ott úgy láttuk, hogy nincs értelme itt maradni, de a hahások okosak voltak, és mondták, hogy maradjunk. És most jönnek onnan, mondván, mert ott elterjedt a hír, hogy elvitték őket, és most jön át a társaság onnan. Hol vannak a miért? Nem tudjuk. Valaki tudja a telefonszámot? Srácok, valaki tudja a túloldaliak számát? Nekem be kell mennem középre. Muszáj. Ott van a táskám. Vagy hozza ki valaki. Gyerekek, ha mindenki megkötné a cipőjét, úgy egyszerűbb lenne. Ennyi embert egyszerre nehezebb elvinni. Ott van egy 10 000-es a torrotok előtt. Gyertek, üljünk le! Szépen! Békésen, demokratikusan lecsicsülünk! El akarják őket vinni, arra várnak, hogy menjünk el. Ott vannak bele, nézd be! Az van, most beszéltem belgiekkel, elmondtam nekik, hogy itt várjuk őket sok szeretettel kint, és senkit nem állítanak elő. Ilyen! És most megbeszélik, hogy akkor kijönnek-e. Az a mentőakciót szerintem nem tartják fent a rendőrök őket, ha le akarnak jönni. Feljétek már rúm! Feljétek már rúm! Azt tanultam meg, hogy ne fogjuk be pörös szánkat.